Kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság a gyermekvédelmi törvény miatt. A brüsszeli szakértők szerint a törvény korlátozza, hogy LMBT tartalmak jussanak el a magyar gyerekekhez, pedig az nem lenne számukra káros. De ezen kívül is jó pár kifogásuk van még a jogszabályjal kapcsolatban. Gulyás Gergely azt mondta, hogy a kormány álláspontja nem változott, hiába a támadások nem engedik be az LMBTQ aktivistákat az óvodákba és az iskolákba. A magyar gyermekvédelmi törvény diszkriminatív, mert korlátozó, hogy LMBTQ tartalmak jussanak el a gyerekekhez, ezért az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen, közölte az uniós testület szóvivője Brüsszelben. Azt kifogásoljuk, hogy a törvény tiltja, illetve korlátozza a 18 éven aluliak számára az olyan tartalomhoz való hozzáférést, amely a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást népszerűsítik vagy jelenítik meg. Fogalmazott az erről szóló hivatalos felszólítás is megérkezett Budapestre. Az Európai Bizottság ebben azt írja, sérti az uniós szolgáltatások szabad áramlását az a tilalom, amely szerint a szexuális kultúráról, a nemi életről, a nemi irányultságról, valamint a szexuális fejlődésről szóló foglalkozások az oktatásban nem irányulhatnak a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása vagy a homoszexualitás népszerűsítésére. Csak kibújt a zsákból, így reagált az igazságügyi miniszter, miután megkapta Brüsszelből a hivatalos felszólítást. Varga Judit közösségi oldalán azt írta, az Európai Bizottság eddig tagadta, hogy az lenne a problémája a gyermekvédelmi törvényjel, hogy az megtiltja mindennemű szexuális propaganda terjesztését, így az NMBTQ szervezetek és aktivisták tevékenységét a magyar óvodákban és iskolákban. A most megküldött hivatalos felszólításban azonban egyértelművé tették, az a baj a köznevelési törvény módosításával, hogy a magyar kormány nem engedi be a köznevelési intézményeibe az LMBTQ lobbit, fogalmazott a miniszter. Ez a fajta árukapcsolás, ezt tönkre fogja tenni az Európai Uniót. Riasztó az a gyakorlat, hogy Brüsszel jogilag össze akarja kapcsolni a gyermekvédelmi törvényel kapcsolatos vitát a helyreállítási alappal, pedig ezek saját állítása szerint sem összetartozó ügyek. Erről már a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, az EU-val eddig is voltak Magyarországnak vitái, és valószínűleg ezután is lesznek. Ugyanakkor a helyreállítási alapban lévő pénz Magyarországot megilleti, az jár a magyaroknak. Mindenben megegyeztünk. A miniszter megjegyezte, a magyar helyreállítási terv júniusban már szinte aláírás közeli állapotban volt, amikor a gyermekvédelmi törvény miatt kialakult vitában az Európai Bizottság politikai állást foglalt ami Gulyás Gergely szerint nem feladata az uniós végrehajtó testületnek, de mint fogalmazott, a kormány álláspontja nem változott a gyermekvédelmi törvényel kapcsolatban. Hiába támadják Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt, mi nem vagyunk hajlandóak változtatni azon, hogy a Szexuális felvilágosítás a szülők feladata. Az óvodákba és az iskolákban, amikor azt, áll, azt kérik tőlünk, vagy azt követeli Brüsszel, hogy biztosítsuk az egyenlőséget a szexuális felvilágosításban, ez brüsszeli nyelven azt jelenti, hogy engedjünk be LMBTQ aktivistákat az iskolákba és az óvodákba. Az Európai Bizottság egyébként egy másik kötelezettségszegési eljárást is indított Magyarország ellen. Ebben azt kifogásolják, hogy a gyermekkönyveken miért kötelező külön feltültetni, ha az LMBTQ tartalmú. Nem mondott igazat az Európai Bizottság, amikor tagadta, hogy be akarta volna vinni a gender ideológiát az iskolákba. Erről már az Alapjogokért Központ igazgatója beszélt az m Szántó Miklós több uniós dokumentumot is felsorolt ennek bizonyítására, így például a tavaly elfogadott LMBTQ stratégiát, ami szerint a bizottság növelni fogja ezen személyek egyenlőségét azáltal, hogy beépíti azt az oktatási kezdeményezésekbe. Nem mondott igazat a bizottság, amikor tagadta azt, hogy, hogy, hogy ők, ők be akarnák vinni azt a, a gender az iskolákba, és mondom, a hivatalos bizonyíték ezen stratégiákon kívül az az, hogy hát mégiscsak megindult a kötelezettségszegési eljárás. Hozzáteszem, tipikus példa a hatáskör túllépésre és a lopakodó hatáskör bővítésre, mert nyilván köznevelési területen és gyermekjogok területén az uniónak nincsen hatáskör. Szántó Miklós korábban közösségi oldalán azt írta, igaz, hogy a bizottság most az eurokratákra jellemző tejveris gerincel megpróbálja letagadni ennek a genderőrületnek a létezését, de ettől a tény még tény marad. Az EU intézményei már évek óta élharcosai a kiskorúak mentális átprogramozásának.